Egybegyűltek, tisztelt tanárok, kedves diákok, szülők, mindenkori véndiákok, támogatóink, kedves vendégeink! Szeretettel üdvözlünk mindenkit a tornavizsga napján. Az 1847-es feljegyzésekből tudjuk, hogy önkéntesen jelentkező tanulók katonai gyakorlatokat, testgyakorlati vizsgák alkalmával tartott mutatványokat mutattak be, majd később nagyszámú közönség jelenlétében nyilvános versenyt tartottak. Évről évre változott részleteiben az esemény zongorajátékkal, majd zenei kísérettel lettek kiegészítve a látványos szabad gyakorlatok. Az évek során a műsort a címzetes testnevelő tanárok vezényelték és vezénylik. A több mint 100 éves múlttal rendelkező tornavizsga kollégiumunkban egy hagyományőrző esemény, mely szorosan összefügg a Bethlen kollégiumban folytatott testgyakorlással. Az évvégi tornavizsga nagyszámú nézőközönséget toboroz a kollégium tornakertjébe, ahol diákok, szülők, nagyszülők, meghívottak, véndiákok és érdeklődők csodálják a kollégium diákjai által bemutatott közös gyakorlatokat. A 2023-as év tornavizsga szlogenje: Szállj fel, szabad madár! Nem csak zeneileg, de látványvilágát tekintve is különleges az idén a tornavizsga. A legendás mű, István a király, jelentős színpadi változatának emlékezetes jeleneteit dolgozták fel mozgásos, dinamikus sportelemekkel, mindvégig szem előtt tartva a Szent István király alapelvet. Hagyd, hogy mindenben is teljesen a szeretet vezessen. Ismert dolog az, hogy a sport esztétikai hatásainál fogva is alkalmas eszköz a társadalmi fejlődés elősegítésére. A művészetekkel, úgy mint zenével, tánccal való szoros kapcsolata egyik ilyen hatásvonal. A kollégiumi sporteredmények bizonyítják, hogy van hatása a sportnak nálunk is. Van fejlődés a kollégiumi sportéletben, van érdeklődés a testmozgás iránt. Vannak kimagasló eredményeket elérő sportolóink. 2022-23-as tanévben a következő sportversenyeken vettek részt diákjaink, és a következő eredményeket érték el. A református középiskolák 19. nemzetközi atlétikai találkozóján Debrecenben, ahol közel 100 diák vett részt a versenyen 12 iskolából, a következő eredményeket érték el diákjaink. Első helyezés távolugrásban Kis Mátyás 10. A-osztályos diák. Harmadik helyezést 100 méter síkfutásban Borbándi Ős 12-es diákunk. Harmadik helyezés szintén Borbándi Ős 1500 méter síkfutásban nyert. Negyedik helyezett Kelemen Szilárd 12. osztályos diák 400 méter síkfutásban lett. Negyedik helyezés szintén Szabó Kriszta Katalin 12. A-osztályos diáklány súlylökésben nyert. Az erdélyi magyar középiskolás sportolimpián, mely Kolozsváron volt megszervezve, a következő eredményeket érték el diákjaink. Szabó Kriszta Katalin 12A
osztályos diáklányok sűrűsítésben első helyezett lett. Kis Mátyás távolugrásban 10. A osztályos diákunk első helyezett lett. Szintén Mátyás 1000 méter síkfutásban 3. helyezett lett. Súlylökésben Kelemen Szilárd 12. A osztályos diákunk 4. helyezett lett, és 100 méter síkfutásban Borbándi Őrs 12. A osztályos diákunk 6. helyezést ért el. A tanügyminisztérium által szervezett országos sportolimpia keretén belül cross verseny városi szakaszán 4. helyezést ért el Hóka Melinda, 9. C-osztályos diáklány. 4. helyezett Turzai Robert, 10. A-osztályos diákunk lett, 5. helyezett pedig Borbándi Ős, 12. A-osztályos diákunk. 9. helyezett pedig Kelemen Tímea, 7. A-osztályos diáklány. Kispályás foci bajnokság városi szakaszán első helyezést ért el a válogatott 9-10-es fiú csapat, és ugyanez a csapat a körzeti szakaszon 2. helyezett lett. A Timbár elleni osztályosok foci bajnokságán a válogatott kisfocista csapat 3. helyezett lett. Kosárlabda bajnokság körzeti szakaszán 2. helyezett lett a 9-12-es fiú csapat, megyei szakaszon pedig 4. helyezett lett. Az atletika pentaton versenyen, annak megyei szakaszán Kecskés Sára 9 A-osztályos diáklány első helyezett lett, Kis Mátyás 10. A-osztályos diákunk 2. helyezett lett, és Borbán Győr 12. A-osztályos diákunk 6. helyezett lett. Az országos szakaszon pedig 16. helyezett lett Kecskés Sára 9. A-osztályos diáklányunk. Atletika biatlon verseny városi szakaszán 50 méter gyorsfutásban a következő eredmények születtek. 4. helyezett Turzai Boglárka, 4. osztály. 5. helyezett Takács Rebeka, 3. osztály. 4. helyezést ért el Tövisi Mátyás, 3. osztályos diák. 5. helyezett Kis Eduárd, 3. osztályos diák. 600 méter síkfutásban 4. helyezett lett Tóth Ingrid Beatrix, 4. osztályos, 5. helyezést ért el Katona Nóra, 4. osztályos diáklány, 4. helyezett lett Kádár Denis Tibor, 3. osztályos, és 5. helyen végzett Tövisi Mátyás, 3. A-osztályos diák. A 11. országos 5 tusa bajnokság országos döntőjén a napsugár szervezésében a Csipet csapat 3. osztályosok csapata, Farkas Viktória, Kádár Denis Tibor, Tövisi Mátyás és Varga Hunor 11. helyezést ért el. A versenyekre Tájai Stefánia és Kerekes Ferenc testnevelő tanárok készítették fel a diákokat. Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő iskolai évben is ehhez hasonló szép eredmények szülessenek, legyenek érdeklődő, a mozgásra igényt tartó diákjaink és őket felkészítő lelkes tanáraink. Most pedig megkérem Szőcs Ildikó igazgatóasszony, köszöntse az egybegyűlteket! Kedves diákjaink, ha megkérhetlek-e jobbra által, felénk néztek és mosolyogatok egy nagyot, jó? Elrontom a sort? Köszönöm szépen! Igen, engedjétek meg, hogy csodáljunk benneteket, még akkor is, ha esik az eső. Nem fogok rettenetesen hosszasan beszélni. Én gratulálok mindannyiatoknak a sporteredményekhez. Gratulálok ahhoz, hogy ilyen szépek és ügyesek és fiatalok vagytok, önhibátokon kívül. És a továbbiakban kíváncsian várjuk azt a produkciót, amit felkészítettek az óvónénik, tanítónénik, Steffi és Feri tanárurak, Bogi és Bence Petőfi programosok. Hajrá BGK! És örvendjünk annak, hogy a tornavizsga az idén is megvalósulhat. Köszönjük. Köszönjük szépen! A Testnevelés Katedra és a BGK Sportegyesület díjazza azokat a diákokat, akik kimagasló eredményeket értek el megyei, országos, valamint nemzetközi versenyeken. A 2022-23-as tanév legjobb sportolói atlétikában értek el kiemelkedő eredményeket. Így hát kitüntető oklevelet kap Kecskés Sára, 9. A-osztályos diáklány, aki a pentatlon verseny megyei szakaszán első helyezett, és az országos szakaszán pedig 16. helyezett lett. A díjat átadja a Kerekes Ferenc testnevelő tanár.
Ha jól tudom, Sára nincs közöttünk, családi okok miatt hiányzik, ezért a díjat majd a tanárnő átadja neki. Igen. Azért mondtam, hogy a tanárnő, mert te vagy a tanára. Szintén kitüntető oklevelet kap Kis Mátyás, 10. A-osztályos diák, aki a református középiskolák 19. nemzetközi atletikai találkozóján távolugrásban első helyezett lett, az erdélyi magyar középiskolás sportolimpián szintén első helyezést ért el távolugrásban, 1000 méter síkfutásban 3. helyezést, valamint a pentatlon verseny megyei szakaszán 2. helyezett lett. Gratulálunk! A továbbiakban köszönetet mondunk támogatóinknak, akik évről évre hozzájárulnak a tornavizsga kivitelezéséhez. Köszönjük tehát a Nagyenyedi Református Esperesi Hivatalnak, a Nagyenyedi Református Egyházközségnek, a Nagyenyedi Árpádházi Szent Erzsébet plébániának, a Széchy Diplomet Szerele dr. Kerekes Márta képviseletében, Széchy Csegezi Szerele Csegezi Elek képviseletében, Júlia Virágüzlet Kelemen Csaba és Kelemen Hajnal képviseletében, az Interflora Fülöp Szabolcs képviseletében, Takás Csaba, a Papeniera, tehát a faiskolától, a Móbisz Panziónak, Varga Ilona és családjának, az Optika Etinek, Molnár Andrásnak, Takács Varó Andreának, a Kommunitás Alapítványnak, valamint kérésre név nélkül mindazoknak, akik támogatták adományaikkal ezt a mai eseményt. Köszönjük! Összesen, én itt megjegyzem, mert nagyon szép összegről van szó, 4800 lej értékű támogatást gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük! Az élet szerves része, és nem létezhet teljes élet sport nélkül. A sport a nevelés egyik legjobb és leghatékonyabb eszköze. A sport játék, a sport öröm, a sport köszönet, a sport szerelem, a sport az élet. Így készültek ebben a szellemiségben óvodásaink, kisiskolásaink, gimnazista, illetve középiskolás diákjaink a tornavizsgára. Elsőként az óvodások bemutatója örvendeztet meg bennünket. Az idén a magyar zászló színeit jelképező kis kendőcskékkel mutatják be tornagyakorlataikat, ezzel is erősítve köztünk a szeretetet, a hitet és reményt. A gyakorlatokat az óvonénik tanították be. Köszönjük Kerekes Tünde, Szakács Mária, Muzsnai Réka, Nagy Mónika és Szabó Ágnes óvonőknek az odaadó munkáját, lendületét. Fogadják nagy szeretettel az óvodások vidám műsorát. Yeah.
olyan, mint vérünk. Ezüsttel díszíti vértünk. Ellene sohasem vétünk. Ha látjuk, mindent megértünk. Fehér szín, ős tisztaságunk. Thank you.
dobban a szív, együtt dobban a szó. Magyarnak lenni igenis jó. Drága gyermekek, köszönjük szépen, és köszönjük azt is, hogy kitartóan végigcsináltátok. A következőkben a gimnáziumi és középiskolai diákok gyakorlatait csodálhatjuk meg. Tóth Bence és Tóth Bóna Boglárka, Luca, Petőfi programos ösztöndíjasok, néptáncoktatók segítségével István a Király rockopera csodálatos zenéjére alakult ki egy mozgásos, dinamikus tornavizsga gyakorlat, melyet egyszerű tornabot gyakorlatokkal és gulával színesítettek. Nagy segítséget nyújtottak azok a diákok is, akik a zenei aláfestést szolgáltatták, azok a kollégák, akik gyerekeket irányítottak, hogy a megfelelő kellékek is elkészülhessenek, karbantartók, akik a színterek előkészítéséhez járultak hozzá. Emellett köszönjük Tájai Stefánia tanárnő és Kerekes Ferenc tanár úr kitartó munkáját. Köszönet mindannyiuknak. Most pedig fogadjátok sok szeretettel a torna bemutatót.
magamra. Pont ha István már nem ér, minden eszköz, mert a trón téged juttat, elfogadhatom, mert szent a fél. Hősi jobbdal, egyen válasz majd az ország, Árpád népe, hey! A becsület mindennél többet ér. Büszke népünk, idegen hatalmat nem tűr, az igazságunk győzni fog, ne félj!
Király vagyok, Uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Köszönjük nagyon szépen mindenben és teljességében, mindenben, mindenben, mindenkor a szeretet vezet minket és vezessen. Én ezt kívánom. Köszönjük szépen. Kedves Bence és Bogi, csak megköszönni tudjuk nektek azt az eltökélt helytállást, leleményességet, kitartást és odaadást, mellyel sikerült az idéni tornavizsga összeállításában és megvalósításában részt vennetek. Biztosak vagyunk abban, hogy a mai nap kapott visszajelzés is az eső ellenére igazolja, hogy érdemes együtt ötletelni, tanítani, együtt küzdeni a legjobbakért, és mindenek előtt jó itt lenni a Bethlen Gábor kollégiumban. Fogadjátok szeretettel testnevelő tanárok és diákjaink részéről, és nem csak, a hálánkat kifejező szimbolikus meglepetésünket. Köszönjük! Gratulálunk! Hajrá, BGK! Ügyesek vagytok! A levonulás után sor kerül a hagyományos tanár-szülő foci mérkőzésre, ha az idő is velünk tart, tehát maradjunk és szurkoljunk a csapatoknak. Tartsanak velünk! Kellemes együttlétet kívánunk mindenkinek! Tartalmas magyar napokat a továbbiakban!